Lakossági, veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Visegrádon. A háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését november 23-án szombaton végzik Visegrádon. A hulladékot reggel 8 és délután 1 óra között lehet a Városgazdálkodási Csoport telephelyére, a Visegrád Nagy Lajos utca 5 szám alá szállítani. A gyűjtés során fogadják a veszélyes hulladékokat, például festéket, higítót, oldószereket és ezek tárolóedényeit, valamint motor, fűtő és sütőolajat maximum 5 literes mennyiségben. Elektronikai hulladékok közül átvesznek háztartási kis és nagy gépeket, távközlési berendezéseket, szórakoztató elektronikai eszközöket, elektromos barkácsgépeket, akkumulátorokat és elemeket. Ugyanebben az időpontban lehetőség van személy gépjárművek felni nélküli gumiabroncsainak leadására is, maximum 6 darabos mennyiségben háztartásonként. A gumiabroncsok átvétele díjmentes. A Városgazdálkodási Csoport munkatársai felhívják a figyelmet, hogy a hulladékot tároló csomagolóanyagokat, például kartondobozokat és zsákokat, továbbá hullámpala és a hungarocell átvételére nincs lehetőségük.